1999. december 31. Utána mi vár ránk? Nem mindegy. Ez a dátum sors döntő lehet. Ezen az éjjelen minden megeshet. Innen már nincs visszaút. Ez korszak ismét lezárul. Az évezred utolsó éjszakája. Az egész világ remekbe várja. Mit hoz a holnap? Mit hoz a holnap? Bár csak elébe tudnánk menni a dolgoknak. Egy újabb állomásra érve, a bizonytalanságtól félve, megpróbáljuk visszatartani az időt. Érezzük magunkban a fegyülemlő erőt. Egy nap múlva a mennyország vagy a pokol. A választ megtudjuk nulla órakor. Talán lesz még egy esély. Talán lesz még egy esély. Az ember örökké remél. Az ember örökké remél. Elérkezett a várakozások éve. Előre gondolkodunk titokban remélve. Bízunk abba, hogy túléljük a jövőt. Megpróbáljuk átadni a ködöt. Látnokok, sarlatánok és jósok. Sok van belőlük, nagyon sok. Megövendölték a világ végét. 2000-re jósolták az érkezését. Miért ez a dátum lenne? Miért olyan biztosak benne? A kristály gömb is csalhat. Ez a tudat, ez kicsit megnyugtat. Bele kell törődnünk abba, hogy a jövőt 100%-osan senki nem látja. A jövőt 100%-osan senki nem látja. A jövőt 100%-osan senki nem látja. Talán lesz még egy esély. Talán lesz még egy esély. Az ember örökké remél. Az ember örökké remél. Hogyan talál ránk a 21. század? Élni akarunk, a halál még várhat. A küldetésünk tartja bennünk a lelket. Az igaz, de ez sokat segíthet. Messze van a forró, kó vagy nyugat. Bár itt is eléggé bizonytalan a hangulat. Észjoslóan sötétek az éjszakák. Ez ószelője, reketegen tudják. Mi lesz itt egy év múlva? Több milliárd élő, vagy több milliárd hulla? A kérdése nincs megnyugtató felelet. Nem marad más, csak a reményteli képzelet. Emberi faj, mi lesz vele? A saját civilizációt kivégez. Markolja meg mindenki az üveget. A kijelölt időpont vészesen közelebb. Talán lesz még egy esély. Talán lesz még egy esély. Az ember örökké remél. Az ember örökké remél.